halántékra kell helyezni, tehát ide a földre kell mérni, bekapcsoljuk. És minden betegnek megmérik a lázát a háziorvosi rendelőkben hétfő óta. A betegek érkeznek is, a várótermek viszont most üresek, ugyanis csak telefonos bejelentkezés alapján lehet háziorvoshoz menni. A heti minimum 3 órában naponta, az összesen 15 óra, és óránként 4 főben maximálták jelenleg, azért, hogy a betegek között lehessen a megfelelő fertőtlenítést végezni, így felületfertőtlenítést, illetve nekünk ugye készfertőtlenítéseket. A betegektől azt kérik, hogy lehetőleg maszkban érkezzenek a rendelőkbe, ha pedig előttük még van valaki a vizsgálóban, akkor álljanak az ajtótól legalább 1,5 méter távolságra. A telefonos bejelentkezés során pedig, ha gyanú merül fel, hogy a beteg koronavírusos, akkor kifejezetten egy ennek szűrésére összeállított nyomtatvány alapján kikérdezik őt az orvosok. Ha feltételezhető, hogy elkapta a koronavírust, akkor enyhe tünetek esetén otthon kurálhatja ki magát. Viszont ha felmerülnek kockázati tényezők, például valamilyen alapbetegség, akkor a házi orvos értesíti a kórházat. Lehetőséget kell majd a későbbiekben biztosítanunk arra, hogy ne csak papír alapon kapják meg a különböző igazolásokat, tápénzes papírt, vagy egyéb szociális ellátást biztosító iratokat, hanem elektronos úton is ezeket el tudjuk majd juttatni, ez a jövő. Hétfő óta egyébként nem csak a háziorvosi rendelők látogatására vonatkoznak új szabályok, hanem a kórházakra is, amiknek már ismét kötelező biztosítani a járóbeteg ellátást.